Mint kiderült, sokféle szokás létezik az újévi fogadalmak terén. Ilyen többek között az új évben és az ünnepi időszakban felszedett plusz kilók leadása. Ilyenkor a megszokottnál többen kezdenek el sportolni, edzeni, és olykor igénybe veszik a szakavatott szakemberek segítségét is. Mai meghívottunk Szentgyörgyi Tibor, fitnessedző és nutricionista, aki biztosan találkozott már ezzel a helyzettel. Üdvözöllek a műsorban! Jó estét, Dávid! Jó estét a kedves tévénézőknek! Ugye több helyen is dolgoztál már, Marosvásárhelyen, Brassóban. Elmondható az, hogy ez jellemző, ez a jelenség Romániára, Erdélyre, akár az egész világra, hogy január 1-től vagy január 1. hetétől az emberek elhatározzák azt, hogy akkor egészségesebben élnek, jobban odafigyelnek a mindennapjaikra, és elkezdenek edzeni, sportolni? Szerintem igen. Szerintem bár a világ bármelyik részén, szóval az emberek azok egyformák. Januárban mindenki az új fogadalmak, megváltozom, lefogyom, elhagyom a szokásaimat, és új életmódot kezdek. Ugye ilyenkor azért tényleg sokan elkezdenek sportolni, nyilván neked is a tapasztalataid alapján azért azon emberek száma megnő, akikkel foglalkozol, akik hozzád fordulnak segítségért. Hogyan látod azt, meddig tart ez az elhatározás, mennyire kitartóak az emberek? Hát többféle ember létezik, de a legtöbb ember azt mondja, hogy na jó, hát akkor január elkezdem az edzéseket. Több folyamatban részesülnek az emberek, úgy vannak általában, hogy elkezdik január, február, vannak, akik csak januárban. Ez inkább attól függ, hogy mennyire kitartóak. Itt a kitartásról beszélünk. Van két dolog. Van a kényelem és a kitartás. Szóval attól függ, hogy abból a kényelemből, ahol mi jól érezzük magunkat, persze biztonságban vagyunk, onnan kimozdulni, az a komfortzónát átlépni, a kitartás pedig, hogy mennyire vagyunk elszántak, hogy igenis azt a célt elérjük. Viszont ott tévednek az emberek a legtöbben, hogy túl nagy cél, túl szigorúak magukkal, és olyan célokat tűznek ki, amit nem tudnak elérni, például azt mondom, én lefogyok 10 kilót egy hónap alatt. Nem lehet 10 kilót lefogyni egy hónap alatt egészségesen, anélkül, hogy izmot veszítsen egy ember. Inkább szabjunk ki, tudjuk normálisan, hogy egy fogyás legalább 0,5-1 kg-ig egészséges fogyás per hét. Az azt mondja 4 kiló. Legyen 5 durván. Szóval mindig olyan célokat tűzzenek ki az emberek maguknak, amit meg is tudnak valósítani. Így könnyebben tovább tudnak lépni hónapra hónapra, és lassan megjelennek az eredmények. Amikor már látják az eredményeket, akkor van egy bizonyos réteg, amelyik még folytassa. De itt is nagyon sok kihívással találkoznak az emberek is. A fő a dolog az, hogy kitartás legyen. Ugye, ahogy mondtad, akkor nem azzal kezdődik az életmódváltás, vagy az egészségesebb életnek a hát, új útjára terelése, hogy az ember belép az edzőterembe, hanem hogy elhatározza magát, és kitűz maga elé célokat. Így van. A célok, ahogy elmondtam, inkább otthonról kezdődik, fejben dől le minden. Szóval kitűz magának egy célt, elmegy edzőterembe például. De az edzőterembe is én azt ajánlom, hogyha már edzőtermet választ az ember, és nem otthon, akkor az edzőteremben vagy egy szakemberre dolgozzon, vagy egy olyan embert vegyen társul, vagy közösen menjenek, akinek már van több tapasztalata ezen a téren, mert könnyen jönnek a sérülések, és minden ember más, és minden embernek más gyakorlat a jó és a hasznos. Szóval ez az én tanácsom. Ugye most beszéltünk az edzőtermekről, de rengeteg mozgásforma létezik, még ott van ugye a kocogás, a futás, crossfit, saját testsúlyos edzés, szóval tényleg azért, aki szeretne és akar sportolni, mozogni, az megteheti ilyen vagy olyan formában. Mi az előnye mondjuk annak, hogyha valaki nem feltétlenül az edzőtermi edzést választja, hanem az a célja, hogy lefogjon, tényleg elveszítse azokat a plusz kilókat, amelyeket felszedett az ünnepek alatt, és most azért kacsingathatunk az étrend irányába is, mert nem csak a mozgáson múlik, hanem nyilván a diétán is, az étrenden is, hogy önmagában a futás, a kocogás elég ahhoz, hogy valaki testsúly fölösleget veszítsen, vagy oda kell azért figyelni mondjuk a kajára, pihenésre, másra is. Ez normális dolog, tudjuk jól, hogy 80% kaja, 20% sport, ez be van bizonyítva, és tudjuk jól, hogy
amíg az étrendünket nem tettük tisztába, addig sportolhatunk, de nem lesznek olyan eredmények, mint amilyeneket mi szeretnénk, vagy amilyeneket például mások elértek. Szóval elsősorban igen, meg kell változtassuk a szokásainkat, az életmódbevitelt, mármint a maga az egész táplálék, utána pedig egy olyan edzést választani, amit a mi testünknek megfelel, és végig is tudjuk vinni azokat a folyamatokat. És hát igen, a futás is jó, hogyha van egy bizonyos étrendünk, de én, mint szakember azt ajánlom, hogy olyan mozgásformát válaszunk, ahol az egész test mozog, úgy például egy küzdősportot is akár tudok ajánlani, bármi, ahol több izomzat egyszerre tud működni. A pandémia hatására egyre népszerűbbek lettek az online mozgásformák is. Most arra gondolok, hogy olyan szakemberek segítségét, vagy úgy vették igénybe a szakembereknek a segítséget, hogy online, nem feltétlenül az edzőteremben személyesen, hanem elkészítette az edző az ő edzéstervét, és online folytak a konzultációk, az illető pedig otthon vagy a szabadban végezte az edzést. Hogy látod ezeknek a módszereknek, milyen jövője van, mennyire népszerűek jelenleg? Hát szerintem az online edzés már nagyon felkapott lett, nagyon sokan csinálják, nagyon sok edző megjelent, van, aki csak online dolgozik, kimondottan én is dolgozok online is, és teremben is, vannak olyan online klienseim, akik már több mint egy éve, van, aki két éve. Ez függ az edzőtől is, hogy mennyire tudja őket motiválni, és milyen edzéseket állít nekik össze, és mennyire jó abban, amit csinál. Ugye ez van egy olyan buktató, hogy nem áll melletted az edző, amikor edzesz, hanem lényegében te hát magadra vagy utalva, és akkor elfáradhatsz, hogy esetleg nem akarod befejezni ezt a gyakorlatot, úgy gondolod, hogy az már elég. Ilyenkor mit tanácsolsz azoknak az embereknek, hogy mit tegyenek, mi az, amire gondoljanak, hogy ne adják fel? Hát a legfőbb a céljuk. Például nő vagyok, és kiválasztok egy ruckát magamnak, egy szép ruhát, és azt mondom, na, én ebbe bele szeretnék fogyni mondjuk két hónap alatt. Szerintem ez egy normális cél, és mindig ez legyen maguk előtt a céljuk. Igenis, én azt végig tudom vinni. Ugye az edzőknek azért óriási felelősségük van, hiszen az előbb említetted, hogy könnyen jönnek a sérülések. Az emberek hogyan tájékozódjanak, hogyan választanak maguknak edzőt? Ugye most rengeteg edző van, egyre több, mivel mondhatjuk akár, hogy többen is mozognak, többen foglalkoznak a fitnesszel, ezáltal az edzőknek a száma is nő. Miben legyenek körültekintőek azért, hogy mi szerint, mi alapján választanak? Hát ez megvitathatom. Én azt mondom, hogy mikor edzőt választunk, próbáljunk arra összpontosítani, hogy hogyan viszonyulok én az edzőmhöz, mennyire tudnék vele dolgozni, mennyire jó a szakmájába, mennyire profi, milyen, nem a hírességről beszélünk, hanem hány emberen tudott segíteni, és mennyire valósak azok, amiket elért azok az emberekkel. És persze, hogy legyen egy szakképesítés, mert ez az a legfontosabb, és hogy látom-e, hogy ő engem tudna motiválni, vagy nem. Szóval nincs meg ez a kliens-edző kapcsolat, mármint normális kapcsolat, hogy érezzem, hogy egy ilyen szimpátia, meg minden, akkor szerintem nem fog működni. Én azt mondom, hogy ezek a legfontosabb dolgok, amiket vagyis tudatosítani kell. Így van. Az előbb ugye említetted azt, hogy vannak irreális célok, és olyan elvárások, amiket nem lehet teljesíteni egy hónap alatt úgy, hogy az egészséges legyen. Hogy látod, mondjuk egy milyen idő szükséges ahhoz, hogy valaki elkezdje látni az eredményeket, mert az valljuk be, hogy érdekli az embereket az, hogy na, én most elkezdek edzeni januárban, de mikor fogom látni az eredményt, mikor tükör elé nézek, fogom látni, hogy izmosabb vagyok, fogom látni, hogy karcsúbb vagyok, fogom látni azt, hogy eltűnt az a karácsonyi beigli, amit megettem 11-ére is. Igen, hát ezt én úgy szoktam ajánlani, hogy készítünk egy képet, vannak ez nagyon híres most a Before After, és folyamatosan önmagunkat motiváljuk azokkal a képekkel is, mert rá két hét, három hét múlva csinálunk megint egy ugyanolyan fényképet, és már ott, ha látunk eredményt, sokkal motiváltabbak vagyunk,
és előbbre tudunk lépni ebből a dologba. Ugye azért nem csak esztétikailag tanácsos edzeni, vagy jó edzeni, hanem azért az egészségnek is jó. Az egészség, ez az első dolog szerintem, nem is az esztétika, hanem az egészség és az állóképesség, és mennyire tudjuk a testünket egészségesebbé tenni. Viszont ezt tudjuk jól, hogy az emberi test azért volt kitalálva, hogy mozogjon. Ez az őskorban is tudjuk jól, hogy az emberek elmentek vadászni egy nagy állatra, például egy mamutra, lelőtték, azt meg kellett nyúzni, így tovább haza kellett húzni, közben hazafele még nem tudom hány állatta kellett megküzdenek ahhoz, hogy a zsákmányt. Szóval tudjuk jól, hogyha ülünk, egész nap ülünk például, mindenünk fáj. Miért? Azért, mert a test erre volt kifele. Szóval napi 30 perc mozgás senkinek sem fog ártani, sőt, be is volt bizonyítva, hogy akik napi 30 percet mozognak, 15-20 évvel többet is tudnak élni. Szóval megnő az élettartama. Hogy azért jó mozogni, igen. De az se jó, hogyha túlzásba visszük. Főleg úgy, hogyha mondjuk valaki nem mozgott 10 vagy 5 éve már intenzívebben, és egyből neki fog, és akkor napi 2 órát edzés, 1 órát szalad, hogy azért mennyire érdemes odafigyelni arra, hogy ne legyen túledzettség sem? Sőt, én azt ajánlom, hogy aki először kezdi, hát az nagyon óvatosan, és pont úgy, ahogy a célokat választja, úgy az edzéseket is úgy válassza ki, vagy ha nincs szakember, aki segítsen, akkor utána olvasson egy picit, vagy akár megkérdezhet egy olyan embert, aki tudna neki segíteni, vagy ha nem is engedi meg magának, hogy egy személyedzőt vegyen, de legalább egy annyi kérdést, egy személyes konzultációt felvegyen vele, hogy mégis tudja, hogy mennyit szabad, és minden ember, ahogy mondtam, más, és nem egyforma a testünk. Szóval én azt mondom, hogy kezdje 10 perctől elkezdve, 30 perc, és így növeljük, és ne menjünk bele ilyen extrém dolgokba, mert nem érdemes abszolút, és utána csak annál nehezebb. Annál nehezebb majd helyre jönni. Utolsó kérdésként gyorsan azt kérdezni meg, hogy mit tanácsolsz, ha nézzünknek, hogy miért kezdjenek el mozogni, és azoknak is, akik már mozognak egy ide, hogy miért ne hagyják abba? Hát azoknak, akik még nem mozognak, azoknak azt tudom tanácsolni, hogy jó dolog, és minél hamarabb el kell kezdeni, mert tudjuk jól, hogy a mozgás az egészség, tovább tudunk élni, szülőknek pedig azért, mert akár a gyerekekkel többet tudunk játszani, jobban bírjuk a mozgást, akik meg pedig túlsúlyosak, azoknak az egészség, a biztonság és az egészség, szóval, hogy minél hamarabb rendbe tegyük a testünket, szerintem. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást, és hogy hasznos tanácsokkal láttál el. A nézőknek meg ajánlom, hogy kezdjenek el mozogni, vagy folytassák a tevékenységüket, ha már egy ideje ezt teszik.